Jó napot kívánok, kedves hölgyeim és uraim! Tisztelettel köszöntöm Önöket. Halász János vagyok, a Fidesz frakció szóvivője. Elnézést a kis késésért, cserébe rövid leszek. A magyar, de talán az európai politikában is példátlan, ami a Jobbiknál zajlik. A Jobbik kémkedéssel és költségvetési csalással gyanúsított brüsszeli képviselője egyszerűen eltűnt. Felszívódott a nyomozóhatóságok elől. A mai hírek szerint Abbáziában, Szuhumiban, Budapesttől 2500 kilométerre gyógykezelik Kovács Bélát. Az a kérdésünk, hogy Vona Gábor és a Jobbik vezetésének tudtával bújtatják-e Kovács Bélát. Mert lássuk be, meglehetősen gyanús és nehezen hihető, hogy egy európai parlamenti képviselő orvoshoz ment, miközben hetek óta eltűnt a nyomozóhatóságok és az igazságszolgáltatás elől. A Jobbik és Vona Gábor pedig ehhez hetek óta asszisztál, nem adtak magyarázatot arra, hogy hová tűnt Kovács Béla, aki minden idők legsúlyosabb korrupciós botrányába keveredett. Az Európai Unió ellen egy idegen hatalomnak kémkedhetett, és ezért valószínűleg komoly pénzeket kapott, amiből a Jobbik kasszájába is juthatott. Ne feledjük, hogy az Egyesült Államok titkosszolgálata is vizsgálja az egyes unió ellenes európai pártok, így a Jobbik körüli gyanús orosz pénzmozgásokat. A korábbi hírek szerint egy ismert fehér orosz oligarchán keresztül orosz források évek óta támogatják a kelet-európai, nyugat-ellenes mozgalmakat, köztük a Jobbikot. És a jelek szerint a most felszívódott Kovács Béla lehetett a Jobbik összekötője, táskás embere. A német média is beszámolt arról, hogy Alekszandr Uzovszkij oligarha állítólag euró tízezreket kap Moszkvától arra, hogy a legkülönbözőbb NATO és EU ellenes pártokat segítse. Ennek részeként a Jobbik és a Magyar Gárda is kapott pénzt, az orosz oligarha ráadásul a pénzmozgásokat el is ismerte. Ezek után felmerül a kérdés, hogy Vona Gábor és a Jobbik vezetésének tudtával bújtatják-e Kovács Bélát. Éppen ott, ahol az orosz titkosszolgálat munkatársait szokták elrejteni. Az, hogy Kovács Béla Abbáziában bujkál a hatóságok elől, beér egy felismeréssel. Felszólítjuk Vona Gábort, hogy árulja el, mit tud Kovács Béláról.